21. századra a Föld járványok sújtotta, szennyezett és túlnépesedett bolygó lett. A leggazdagabb földlakók elköltöztek, hogy fenntarthassák megszokott életszínvonalukat. Elysium, zárt világ. Zsiráf. Afrikában élt. Te tudsz olvasni? Igen. Sok szolgarobot van, és azok egész nap szolgálnak téged. És ha ott laksz, soha nem leszel beteg. Se öreg. Én majd elviszlek oda. Tényleg? Igen, ígérem. Frey és Max. Örökké. Max, már megint elloptál valamit. Nagyon elszomorítasz. Miért csinálod ezt? A pénzért? Azért, hogy egyszer vehess egy jegyet és elutazhass oda? Ott nem látnak szívesen téged, ahogy engem se. Ez nem igazság, nővér. Én miért nem lakhatok? Vannak dolgok az életben, amit nem értünk. Mégis el kell fogadnunk őket. De egy valamit biztosan tudok. Te különleges vagy. Egyszer egy csodálatos dolgot teszel majd. Arra születtél. Én kicsi megszem. Srácok, por eso trabajo. Miért nem te azt nekem? Van pénze? Na lássuk, mi van a zsebedben, mutasd! Na, a szünet van. Hoppá, hoppá. Hát ez $1. Na, mit szóltok hozzá? Na, most már gazdag vagyok. Na, végre megvan. Végre megvan a pénzem. Ebből megveszem a jegyem Elysiumba. Itt van. Bonnok,
reggelt, uram. Büntetett előélet, visszaeső bűnöző. Mi van a táskában? A fésűm, sampon. Csak hülyéskedtem. Ne, nincs semmi a táskámban. Munkába megyek. El kell mennem ezzel. Ellenszegül az intézkedésnek. Nem, de munkába indultam. Hagyjatok már, nem csináltam. Tiszta. Ugyan semmi. A zéró tolerancia minden polgárra érvényes. Jó tudni. Jelentkeznie kell a felügyelő tisztjénél. Köszönöm, polgár. Én köszönöm. Törés, kettes ágy. Kösz. Max? Frey, azt hittem, hogy te... Mikor jöttél vissza? Már jó ideje, de te nem változtál. Ja, nem, ez most nem az én sarom. Ez... Persze, hogy nem. Hadd nézzem. Tényleg nem. Elég csúnya törés. Sikerült, nővérke lettél. Igen. Örülök neki. Te még autókat lopsz? Nem, dehogy is. Már nem csinálok semmi hülyeséget. Az Armadájnál vagyok. A szerelősoron, de felküzdöm. Ray, kell lesz a harmadikon. Jó, megyek. Most, hogy visszajöttél. Nem? Egy pillanat, Max. Pillanat. Dominika, légy szíves, vedd át. Figyelj, Frey, most, hogy visszajöttél, lehetnénk... Ne haragudj, Max, de mennem kell. Jobb bulást. És jó legyél. Jó vagyok. Frey, én tudom, miért költöztél el a negyedből, és megértem, de ha lett volna eszem, én is elmentem volna. Vacsorázz velem. Jó. Jó, akkor csak ígyunk meg egy kávét. Nem. Ezt nem hiszem el. Törjem el a másik karomat is, az segítene. Max, megteszem, hidd el. Hagyd abba. Van gondom épp elég, Max. De figyelj, értsd meg. Hiányzó. Szerda este 8. Akkor végzek, oké? Okay? Igen, szuper. Egy kávé. Persze, csak egy kávé. Na, nyomás. Jó napot. Szeretném elmondani, hogy ez a dolog... Megtákoztál. 2219-es a 34B busz megállóban. Igen, ezt az esetet szeretném megmagyarázni. Azt hiszem, hogy félreértés történt. 8 hónap automatikus hosszabbítás. Mi? Hogy? Nem. Hadd magyarázzam el, hogy mi történt. Csak tréfáltam. És a rendőr... Ne beszéljen. Erőszakos, antiszociális magatartást tanúsított. Ez büntetés hosszabbítást jelent. Pulzusszám emelkedése van. Elfogad gyógyszert? Nem. Köszönöm. De szeretném elmondani, mi történt. Ne beszéljen. A személyiségjegyei alapján 78,3%-os eséllyel visszaesik. Autólopás. Visszaélés lőfegyverrel. Ellenszegülés. Kíván emberrel beszélni? Nem. Minden rendben. Köszönöm. A válasz a gúnyos és vagy sértő? Negatív. Hivatalos személy megsértése büntetendő. Tudom. De Costa! Késve érkezett. Igen, útközben volt egy kis gond. Nem, ez nem dolgozhat. Ne, jól vagyok, tudok dolgozni. Ez semmi, nem érdekes. Még ma le fogják venni. Biztos? Jól vagyok. Fél napot számolok el. Jó, rendben. Örüljön neki, hogy van munkája. Fegyver ellenőrzés kész. Beléphetnek. Sosod téged, tetszel neki. Ma bőrözték újra a képét. Olyan sima. Figyelem! A heti norma teljesítése kötelező. A szabálytalanságot észlel, jelent csak munkafelügyelőnek. Ha nem tudunk perspektívát felmutatni, a befektetői bizalom gyors elvesztésével kell számolnunk.
Miért? Mit gondolnak, mit csinálok idelent? Azt hiszik, szeretem a földi levegőt. Nem, nyilván nem, de... Amit meg lehet tenni, megteszem. Hogy újra nyereséges legyen ez a vállalat, amit én építettem fel. Most bocsássanak meg, de nem áll szándékomban tovább társalogni, köszönöm. Csak ül tovább! Zárom a 34-es! Még kettő! Gyújtom a 34-es! Kódot neki gyorsan, kódot neki! Identifikáción, niña! Vete! Gyorsan, bele kell húzni, gyerünk! Megvan három transponder, Spider. Jó, told ki őket a föntire. Elfogadta a kódokat. Oké, okay, készen lép. Mehetnek a gépek! 219DA. Felszállás! Jó napot! Üdvözlöm, asszonyom! Nézzék meg a kertet! Köszönjük! Feltétlenül! És ott volt? Igen, úgy tudom róla. Jó napot, Madame Delacour! Jó napot! Á, Iván, hogy megnőttél? Üdvözlöm, hogy van? Remekül! Itt vannak a gyerekek? Igen, Dominikával. Hoztam neked ajándékot. Megnézed? A szalomban van. Keresd meg szépen anyukáddal. Nagyszerű, köszönjük! Ott van a kanapén. Rendben. Mindjárt jövök. Asszonyom, parancs, befejez. Biztonsági esemény. Lopott űrkom kódok. Elnézést kérek, asszonyom. Három regisztrálatlan hajó közeledik felénk. Üdvözlöm, védelmi miniszter asszony. Három regisztrálatlan hajó közeledik Elysium űrteréhez. Hatos és hetes különleges parancs hatályban lépése. 22 per 21. Közeledő járművek figyelem. Önök engedély nélkül beléptek Elysium űrterébe. Térjenek vissza a földre, vagy védelmi intézkedést teszünk. Belépésükkel megsértik Elysium űrterét. A figyelmeztetés hatástalan. Távolság 15 000 kilométer. Mit tegyünk, asszonyom? Vessék be Krügert! A 355-ös rendelet szerint nem vagyunk felhatalmazva a földi ügynök bevetésére. Én adok felhatalmazást. Értettem. Távolság 10 000 kilométer. Koordinátát átküldve. Cél, adatok, vétele. Tüzelhet. Lőhet 21B. Zöld lámpa. Rakéták kilőve. Rakéták! A francba. Thank you.
Két hajó kilőve. Az áldozatok száma 46. Becsapódás 5. Egy rakéta nem talált. Szánalmas. Csak egy ért oda. A hajó belépett a légkörbe, asszonyom. Regisztrálatlan hajó leszállt. Mindenkit, aki kiszáll a járműből, el kell fogni. Gyerünk, Paulus! Kik ezek? Mi történt? Azonosítás sikeres. Vizsgálat. Helyreállítás folyamatban. Nem! 32-t elfogtunk, 13 meghalt, 2 még szabadlábon van. Helyreállítás lezárva. Letartóztatjuk Önt a bevándorlási törvény megsértése miatt. Mindenkit őrizetbe vettünk, asszonyom. Helyes. Nincs helyük a habitátumon. Deportálják őket. Delacour miniszterasszony, kérem azonnal jelentkezzen Patel elnök úrnál. Delacour miniszterasszony, jelentkezzen Patel elnök úrnál. De siempre, rendőrök. Jó vagy? Ja, semmi, nem tűnik. Max, dumálunk. Figyelj. Ismered? Mi az, hogy nem? Nem is tudod, hogy mit akarok mondani. Jó, akkor mondjam. Oké. Ott a dombon van. Tudod, a Los Zetas háza. Igen, a fegyveresek. Ja, 5 kocsijuk van. Aha. Újak. 3-an csináljuk meg. Holnap, délben. Nappal. Igen. Ez a tervetek? Igen. Uramisten. Most miért tudsz jobban? Igen, nem viszel, csak egy ember. Hajnalban mész, napkelte előtt. A két leggyorsabb kocsit hozzátok el, a többit meg felgyújtjátok. Na, kapd be! Menj a buszba! Jól beoltottalak! Na, látod, te vagy a legjobb. Csak egy évet. Nem, eleget voltam én már sitten. Na, de csak egy évig. Mi lett vele? Te voltál a király, most meg? Sajnálom, megszorult az ajtó. Mit művel Dacosta? Nem tudom, valami van az ajtóval. Álljon, benézek. Beszorult a raklap. Igen, az menjen elcsúszik. Be. Nem, mióta nem. Nézze, vagy most rögtön bemegy, vagy beküldök mást. Maga meg ki van rúgva. Nehogy már. De, választhat, oké? Na gyerünk.
Gyerünk, emberek! Munkára! Mi lesz már? Bocsánat, munkára! Kezdtem a verekedést, hanem ők. Szeretnék odafönt lakni. Ugye milyen szépnek látszik ide lentről? Igen. Nézd, a mi otthonunk pedig ilyen szépnek látszik onnan. Tartsd meg! Neked adom, Max. Ez mindig segít majd emlékezni rá, honnan jött. Teste halálos dózisú sugárzást fogadott be. A szervezete gyógyíthatatlanul károsodott. 5 nap múlva ön meghal. Mi folyik itt? Miért állt le a termelés? Sugarat kap... Ne lejjen rám. Takarja el a száját. Elnézést. Le fog jönni a bőre, vagy ilyesmi? Nem akarok lepedőt cseréltetni, tűnjön el! Hogyne. Remek, köszönöm. Mr. Carlyle, a bőrkopja indulásra kér. Kérem, ellenjegyezze a gyógyszer átvételét. A miporol erős hatású szer. A haláláig normális életet élhet. Étkezésenként 1-et vegyen be. Köszönjük a munkáját. Tegnap 15 órakor ön lelövetett 2 űrgombot, megöletett 46 civilt. Igen, el kell bánni a határsértőkkel, de csendesen. Tudom, mi a feladatom. Na, és akit bevetett ez az... ügynök, ez a Mr. M. Krüger. Lábbal tiporja az emberi jogokat, nemi erőszak, emberrablás, kínzás. Ez a Krüger dokumentáltan pszichiátriai problémákkal... Egyértelműen közöltük önnel, hogy nem használunk többé alvó ügynököket. Áruljon el valamit, Patel elnök úr. Vannak gyerekei? Itt mi teszünk fel kérdéseket? Ezek szerint nincsenek. Meg lehet, ha lennének gyerekei, akkor a hozzáállása is jobban elősegíteni ennek a habitátumnak a fennmaradását. Kétségtelen tény, hogy manapság nem divat úgy gondolkodni és eljárni, ahogy én teszem. Ezt én is tudom. De ha betörnek az ön házába, abba a házba, amit a gyerekeinek épített, és a gyerekei gyerekeinek,
akkor nem a szép frázisok, meg a kampányi ígéretek fogják megmenteni, hanem én. Elég ebből. Ez volt az utolsó eset. Ha még egyszer jogtalanul jár el, felmentjük a hivatalából. Ezt az ügynököt pedig, ezt a Krügert, bocsássuk el. Támogatják? Helyes. A döntés hatályba lép. Frissítés. M. Krüger ügynök elbocsátva. Akartok sört? Kapjátok be! Teljes dózist, kurva sugárzást. Mindjárt jobb lesz, segítek. Jó. Rendbe fogsz jönni, Max. Kibaszott, miporoltattak. Kibaszott, miporolt. Öt nap múlva megdöglök, érted? Öt napom van hátra. Vedd be a vagyót. Az Elysiumon meg tudnának gyógyítani. Igen. Elmegyek Spiderhez. Max. Max. A gyógyszert. Nyerd le. Spidernek sokat kell fizetni. Én odaadom, amin van, de az nem elég egy jegyre. Adni fog nekem jegyet. Adni fog egy kihaszott jegyet. Ray, tudja, hogy mindent megtettünk a lányáért. De ma a konziliumon az a döntés született, hogy hazaküldjük őt. Hogy járjak be dolgozni, hogyha otthon van? Bármikor rohamot kaphat, Faisal doktor. Tudom. Ha megint rohamot kap, azonnal visszahozhatja. Felvesszük. De addig otthon kell lennie. Ez nem az Elysium. Nem tudjuk meggyógyítani. Kell egy jegy fentre, meg azonosító. Ja, értem, jó, igen. Nem probléma. Ablakhoz vagy belülre ülnél? Ezt most kurvára komolyan mondtam. Figyelj, visszajövök és neked fogok dolgozni. Bármit megcsinálok, megfizetem az árát. Tudod, Max? Ennek itt nincs ára. Ezt nem lehet megfizetni. Kérdezek tőled valamit. Mondd, van fogalmad róla, hány seggfej mászik rám naponta ugyanezzel a rossz dumával? Jaj, kisgyerekeim vannak, százával jönnek ide. Max,
a helyedben elhúznék a picsába innen. De gyorsan! Hey, Max, ne! Négy évet húztam le miattad. Most te, Spider, fel fogsz vinni engem oda, megértetted? Érzed ezt, öreg? Nyugodtan lőj le. Annyi sugárzás van a testemben, haver, hogy neked is jut egy adag belőle. Dögrovásom vagy! Dögrovásom, baszod, ezt mondom neked! Tessék, látod? Vége, eldobtam. Le a fegyvert! Le a fegyvert! Tűnés innen! Gyerünk! Figyelj! Kell valaki, aki megcsinál nekem egy melót. Mert itt senki nem elég, tökös hozzá! De te bármit megcsinálsz. Igaz? Max. Odaföntre. Még egy utolsó meló, és utazhatsz. Mi ez? Egy Elysium igenyó. Oké? Egy milliárdos lejön a földre valamit elintézni, mondjuk... tök mindegy, elkapjuk. Nem áll. Várjál, nyugi. Lesz még. Sokkal rosszabb. Nem kell az óra, nem kell a verda. Nem kell semmi szor. Ezt. Ezt vesszük el. Organikus adatok. Egyenesen a fejéből. Mondjuk belépési kulcsok, banki kódok, jó kis jelszavak. Egyenes út a pénzhez. Nincs más dolgod, mint rácsatlakozni az agyára, letölteni a cuccot a tiédbe ezzel a kütyüvel, és elhozni ide. Ez őrültség, menjünk. Ha lecsekkoltuk a szajrét, első osztályra szóló jegyet kapsz az Elysiumra. Még potya kajapja is lesz benne. Odafenn meg csak belefekszel egy balázsádba, és oké vagy. Sandro végzi a műtétet, ismered? Ő a... mi a francia? Jesszusom? Semmi. De valami. Szét vagy ütve. Elég rendesen. Na, az lesz, hogy felrakunk rád egy ilyen... Menjünk innen! Kérlek, hallgass rám! Mi a francot csinálnék? Szépen, rátszereljük! Ezt! Harmadik generációs külső váz. Rákötjük az idegrendszeredre, és olyan erős leszel, mint egy droid. Ha már úgyis kés alá fekszel, igaz? Ne szállj be! Kérlek! Négy emberrel megyek, és én választok. Az én oda dzsonglőröm megy el veled. Az agyból agyba küldés. Elég húzós. Oké. De Julio is jön. És utána neki is adsz egy jegyet. Simán, persze. Na jó. Megyek, ugrasztom a fiúkat. Várj. John Carlyle-t csinálom meg. Mármint, hogy az Armadine vezér Carlyle-t. Igen, őt. Miniszter asszony, megérkezett Mr. Carlyle. Azért jött, hogy rávegyen az Armadine-nal kötött szerződések megújítására, igaz? Ön sosem téved. Jöjjön velem. Nem érdekelnek az önök kis ötletei. Egy sokkal nagyobb dologban vagyok érdekelt. Ez a habitátum haldoklik. Politikai betegség burjánzott el benne. Egy tumor. Amit el kell távolítani. Ön és a vállalata nagyobb forgalmat akar, több bevételt. Plusz, önök építették a gyűrűt. Lehetséges-e a szervereket felülírva egy új elnököt beiktatni? Ez pucs. Államcsínyben segítsük önt. Lehetséges? Egy újraindító parancs. Kikapcsolná az egész rendszert. Abban a helyzetben beiktathat egy új elnököt, igen. Akkor ezt fogják tenni. És cserébe
Leszerződünk önökkel a következő 200 évre. Szállíthatnak fegyvereket, droidokat, mindent, ami ahhoz kell, hogy megvédhessük magunkat, és erre garanciát fogadni az önök új elnöke. Allé! Munkára, Monsieur Carlyle! Meghoztam! Ő a srác? Ő bizony. Ülj le! Jól meglékelünk. Finoman, Sandro. Csak finoman. Nyomjunk egy azonosítót. Halljátok a főnököt, azonosító. Ez az? Igen, az kell. Kard fel. A DNS-ed beépül. Mint aki ott született, olyan leszel. Most jön az igazi buj. Figyelj! Hé! Hey. Fájni fog. Fájni fog kurvára. Imádni fogod. Ha megcsináltunk téged, gettó ninja leszel. Mariana! Hozd már le a csontfűrészt! Nem döglök bele. Nem lesz gond, tesó. Nyugi van. Max. Itt vagyok. Megcsináljuk. Megcsináljuk. Igen. Magához tért! Túlélted. Meglepi. Ezzel is ki tudod verni. Na, hogy állunk? Mehet mészárolni. Mit csináltatok velem? Felspéciztünk. Hogy bírod a gépkézlába? Kemény egy cucc. Mutasd. Kapd el. Nagyanyámtól örökölted ezt? Pillanat. Levegőben robbanó lőszer. Kijelölöd a célt és... Minden skuló ott robban körülötte, 5 méteres körben tarol. Aztán...
Egyszerre robbanós kulókat adok ehhez. Ez elég. Indulás! Uram, várja a gépet. Úton vagyok. Hallottok? Szi. Mondom, hogy lesz. A gyár mellett várjuk, hogy felszálljon a gépe. Menekültök egy robbanó lőszert, és hogyha lezuhant, mentek a cuccért. Oké, vettem. Robbanó fej élesítve. Jöjjön a kamera, fiú! Látsz minket, Walter? Látlak! Nyomjátok! Hadd menjen! Félre! Félre az utból! Nem izgulsz? Nem. Nem. Mondjuk inkább, hogy tele a gatyám. Túléljük, bassz meg. Ja. Sebességfelvétele 15 másodperc múlva. Kritikus hajtóműhiba. Veszélybe került egy elíziumi polgár a Földön. Jönnek az adatok. Polgár azonosítva, John Carlyle, N8321P. Szólj már le, rohadék! Vészhelyzet alakult ki. Krüger, hall engem? Miss Delacou. Nagy öröm hallani a hangját. Egy polgárunk bizalmas agyi adatokat hoz ki a városból. És valami tolvajbanda kinézte magának. Mi a szajré? Mondtam, hogy bizalmas. Nem hív be maga egy olyan ügynököt, akit lekapcsolt, csak hogy akármilyen bizalmas adatocskákat begyűjtsön. Odafön nem tudnak erről, igaz? Azt kérek, amit csak akarok, ugye? Kényszer leszállás. Kérem, őrizze meg a nyugalmát. Ön nem sérült meg. Ez igazán vigasztaló. Egy feltételem van. Ha megteszem, maguk visszavesznek. Rendben. Magához rendeltem két preferált kollégáját, no persze nem hivatalosan. Bármelyik pillanatban ott lehetnek. Küldje a feladat adatait. Közelített minket valamiféle guruló jármű, benne egy... Nem, két utas. Fegyver van náluk, öljétek meg őket. Droid! Besült, besült! Azonos
azonosítva. Max DaCosta rabosítási száma 61492 kötőjel 8557. Ez beragadt! Itt van! Most ölt újra! Tessék! Hozzád! Még egy droid! Dögölj meg, rohadék! Őt ne lőd le! Az elíziumi polgár mellkasi és szívsérülést szenvedett. Vérnyomás csökken. A feje épp! Lélegzik? Ja, nem belőttük. Jól van, akkor nyomhatjuk. Tartsd a fejét, tartsd! Ezt dugd rá a fejedre. Dugd be, gyerünk. És nyugodj le. Gyerünk, gyerünk, picit, gyerünk. Bent van. Ez az. Sikerül? Igen, igen, szinkronizál. Magának fogalma sincs, hogy mit csinál. Egy perc a célig, uram! Jól van, oké, összejöttünk. Kezdem az adatát ide. Meg fogjuk csinálni, tesó. Oké. Meg lesz. Adatlopás, asszonyom. Letöltenek. Vendégek jönnek, fiú! Basszák meg! Húzzatok bele, fiúk! Ez egy holló, katonai gép! 97%! 98! Húzd bele! Közel vannak! Vigyázz! Mindjárt kész! 99! Bing! Kész van! Francba! Valami... Mit mondasz? Itt valami gebasz van! Mi van? Mi a baj? Várj! Egy pillanat! Nem olvasható! Levitték! Nem lehet olvasni! Mi? Gyerünk, fiúk! El kell tűnni! Mi van? Mi az, hogy levitték? Bassza meg! Ne! Újra megpróbáljuk! Figyelj! Csináld még egyszer ezt! Szállj le rólam, bassz meg! Húzok el innen! Kérlek, próbáld meg! Nem lehet, bassz meg! Hagyjál már békén! Tűnjünk már el innen! Hova a pisába mész, Sandro? Húzzunk el innen, gyere már! Mit is francba! Gyerünk, Max! Gyertek már onnan! Gyertek! Le kell lépnünk! Gyerünk, Max, gyere! Főnök, van egy kiránduló. Befogva! Tűz! Lesz ott még egy.
Oké. Gáz van! Nagyon nagy gáz van! Támadó gyalog menekül, asszonyom. Megszerezték. Ismétlem. Megszerezték az adatokat. Feltétlenül fogják el a célszemélyt, de az agya nem károsodhat. Felszállunk! Még egy kirándulónk van! Az elíziumi polgár nagymértékű vérvesztesége szívleálláshoz vezetett. A halál időpontja 17:45. Gyere elő! Az mi? Semmi, azok csak disznók, főnök. Hát picsába már, keresd meg! Vissza a lezuhant géphez, megnézzük, mit hagytak ott! Értettem.
Azt hiszem, ezt meg kéne nézni. Ez egy része azoknak az adatoknak, amiket a támadók kiszedtek Carlyle fejéből. Ezért kell annyira Delacournak. Ott van a pasas agyában a mennyország kulcsa. Na, gyűjtsük be azt a fejet. Kiszórom a lányokat. Rács területek átkutatása. Teljes területlezárás rendelek el. Repülési tilalom Los Angeles területén. Az egész városban? A gyilkos szabadon jár. Amíg nem kerítettük kézre, senki nem hagyhatja el azt a várost. Milyen zavarás. Mi a fa... Max. Szia, kicsim. Szia. Hazamehetünk. Meggyógyultam. Hozom az autót. Jó? Mindjárt jövök. Ray. Max. Uramisten, mi történt veled? Te jó ég, hozok valakit. Ne, ne! Nem vihetnek be. Nem vihetnek be. Figyelj rám, Max! Nem, neked most orvos nem, kell. Nem, keresnek, megtalálnak, megölnek. Hozzád jöttem, segíts nekem. Fel kell vennünk téged, hogy kezelést kaphass. Kérlek, Frey. Élni akarok. Max! Max! Maradj ébren! Meg akarom nézni őt. Anya most megy és segít neki. Próbálj aludni. Ne aludj! Nagyon nehéz vagy, Max. Segíts nekem! Gyerünk! Szedd össze magad, gyere! Ne aludj! Most megfordulunk. Max! Max, várj! Köszönöm. Ki tette ezt veled? Az volt, hogy balesetem volt a gyárban is. Elvállaltam egy Melod Spidernek, hogy feljussak és meggyógyuljak. De nagyon rosszul sült el. Bujkálnom kell. Anya! Gyere, kicsim. Gyere ide. Kicsoda? Maxnek hívják. Akkora volt, mint te, mikor megismertem. Ő Matilda. Szia. Nézhetsz rajzfilmet, jó? Mindjárt megyek.
Nem tudtam, hogy van egy... Ne haragudj, elmegyek. Várj, Max, várj! Nem mehetsz el, várj! Hiba volt idejönnöm, el kell mennem. Max, nagyon beteg. A leukémia utolsó stádiumában van. Nem csak neked vannak gondjaid. Segítened kell, Max. Én nem tudom elvinni őt. Elvinni hova? Az Elysiumra. Én nem segíthetek, ha tudnék... Max... Tudnám elvinni. Van hamis állampolgárságod. Ha felviszed őt, meg tudod gyógyítatni? Ez nem így működik. Ez csak az én DNS-emmel együtt érvényes. És halálra keresnek ezek a... Frey, ezek hidegvérű gyilkosok. Hogyha itt találnak, mindnyájunkat megölnek. Csak azzal segítek nektek, ha elmegyek. Komolyan mondom. Ő a mindene. Sajnálom. Kötések vannak rajtad. Igen, kötéseim vannak. Mit csinálsz? Nem akarom, hogy beteg legyél. Mondok egy mesét. Mi? Volt egyszer egy szurikáta, aki a dzsungelben lakott. Enni akart, de túl kicsi volt. Nagyon kicsi. És csak a nagy állatoknak volt sok ennivalójuk. Mert ők felérték a fákat. A szurikáta összebarátkozott egy vízilóval, hogy nem feláll... Nem mondd tovább. Az a szurikáta borul fog járni. Nem fog. Jó neki, mert most már fel tud állni a víziló hátára, és eléri az összes gyümölcsöt a fákon. Ez miért jó a vízilónak? Mert már neki is van barátja. Sajnálom. Megvan. Tedd le a kurva gépet! Ugye nincs semmi baj. Nincs, kicsim. Tiszta! Ne félj, kicsim. Jó napot. Elnézést, hogy csak így betörtünk. Nem akartunk ráijeszteni a kislányát. Nincs semmi baj. Az a helyzet, hogy... Egy fiatal embert keresünk, aki egy perce még itt volt ebben a házban. Szeretnénk megtudni, hogy hova ment innen. Nem tudom, hol van. Nem szeretek. Nagyon rossz dolog gyerek előtt erőszakot alkalmazni. Úgyhogy most csukd be szépen a szemed, édesem. Semmi baj, kicsi, ne félj. Nagyon szeretném, ha megmondaná. Hogy hol van? Nónya! Eszedbe jutott? Nónya! Csukd be a szemed és ne nyisd ki! Csukva legyen! Higgy el, nem tudom, hol van. Megsebesült, bekötöztem, aztán elment. Kérem. Nincs már hűség ebben a kibasszott világban. Semmi baj, kicsi. Hát ez meg mi? Mi van itt, házi kórház? Vagy mi a fene? Beteg a gyerek. Beteg? Beteg a gyerek? Igen, hadd igen, súlyos. Meg. Ne bántsa!
Látod? A védelmező ösztön, he? Ne nyúljon hozzá! Elbeszélgetnénk kicsit a gyerekkel, hogyha megengedik. Ne bántsa őt! Visszük, gyerünk! Hova visznek minket? Kaptok egy kis ajándékot! Gyerünk! Gyerünk már! Mozgás! Leülsz! Kussolsz! Igaz-e? Mi? Azért zárták le az eget. Mondja, mi az? Átutalások? Vállalatinfók? Valami komoly van a semmi. Fejemben? Semmi! Kurvára nincs semmi a fejemben! Szétcsesztek mindent! Julio meghalt! Fizes, Spider, most rögtön küldj fel! Nem tudlak! A repülési rendszert zavarják! Senki nem repül fel! Meddig? Kurvára fingom sincs. Nekem fel kell jutnom, muszáj feljutnom! Mindenkinek muszáj feljutni! A fiúk azon agyalnak, hogy van-e remény rá, szerintem különben nincs, hogy valaha lesz még kapcsolat. Ha nem, addig is esetleg pillancsunk bele a fejedbe. Itt ide a macsot! Max, ide figyelj! Hogyha lezárták az egész kurva eget azért, ami benned van, meg lehet, hogy a megoldás kulcsa is a fejedben van. Igaz? Gyerünk! Jól van. Utánad mennek. Akár a világ végére is ezért. Mi ez? Újraindító program az Elysiumhoz. Aki ezt megszerzi magának, az át tudja írni az egész rendszerüket. Megnyílik a határ, és mindenki Elysiumi polgár lesz. Ez megmenthet téged, és megmenthet mindenkit. Mikor indulhatok? Még nem jutottunk át a zavaró jelen, de nem sokára. Ne, linkelj nekem, mikor megyünk? Nem tudom. 5 nap. Baszd meg az 5 napod, nincsenek napjaim! Csak óráim! Dolgozunk rajta, Max! Dolgozunk Dolgoztok rajta. Rajta, persze, mint mindig! Nem tudtok felvinni! Nem is tudom, mi a francnak küldesz fel embereket, csak lelövik őket! Nem fogják, hogy ez az utca miénk! Erről beszélek! Akkor mi irányítjuk a rendszert innen? Mi vagyunk a főnökök! Új időszámítást kezdhetünk a történelemben! Oké, foglaljuk össze! Ami a fejemben van, rohadt sokat ér nekik, igaz? Ne csináld ezt! Hogyha ez rossz kezekbe kerül, végleg lekapcsolhatnak minket. Ide figyelj! Fölmegyek oda most rögtön. Hogyha megtaláltok, és meggyógyultam, nektek adom a tiétek. Nem akarok meghalni. Ez baromság, Max. Ne csináld ezt! Megállapodni. Sok volt a kísértés. De te... Te melletted megállapodni. Melletted, babám, meg tudnék állapodni. Nézze meg! Mit? Mi van? Ott van a rohadék. Visszafordulunk.
csinálni, amit én mondok! Vagy szétroppantom a kibaszott fejem! Világos? Ja! Megkapjátok, ami a fejemben van! Csak figyeljetek fel, hogy meggyógyulhassak! Nagyon értékes, ami a fejemben van! Meggyógyulhatsz! Befekszel egy ágyba, olyan leszel, mint régen! Szállj be! Felviszünk téged! Ott szép az idő, a levegő is jó, tiszta! Be fog jönni neked! De ne próbálkozzatok! Szálljál be! A fiúk már várnak! Gyere! Ne félj, nem harapok! Bemutatom őket! Ez itt Drakey! Ő Max! Hello, harcos! Szállj be, Drakey! Vettem! Gyere, Max! Igen, asszonyom. Őrizetbe vettük az urat. Nyissák az eget, indulnánk. 19 perc múlva itt legyenek. Feloldhatják az árlatot. Értettem. Történt? Felállt a kapcsolat? Lázaro! Mi van? Megvan a kapcsolat? Ja, jó vagyunk, Spider. Free. Sajnálom. Helyre fogom hozni. És van. Az jó. És hol van? Eladja a földet. Az Elysiumra megy. Manuel! Rico! Fegyvereket! Felröppelünk! Echo 234-es leszállna a 22-es szektorban. Vettem. Echo 234-es belépési engedélyt kap. G19-esed van, mi? Na húzzál innen! Most mit izgulsz? Azt mondtam, húzzál innen! És ha nem? Akkor elengedem! Biztos vagy benne, he? Azt akarom, ami a fejedben van! Gyerünk! Tartóztassanak le mindenkit, aki kiszáll a járműből. Az ötös biztonsági szint alattiak hagyják el az épületet.
robbant egy határsértő gép. Talán a gyűrűt is károsította. Mindez azért, mert ön fél cselekedni. Szállítsák el. Menjünk. Vegye le rólam a kezét. Ez háborús cselekmény. Így most a biztonsági szolgálatot én irányítom. Úgyhogy tenném is a dolgomat. Önt biztos várják egy jótékonysági partin. Menjünk, uram. Igyekszem! Próbálom! Alig szennyezés, toxikus szintű. Szabadíts ki innen! Kérem haladéktalanok, hagyj el a járműben! Vigyázz! Nagyon rosszul van. Kómába esett, kérem. Kérem. Zajlik. Rá van kötve az idegrendszerére. Az adatállomány sértetlen? Igen, úgy tűnik. Vigyázzon! Kiszedhetünk belőle minden, de abba belehal. Az nem gond. Mennyi idő, amíg mindent letöltenek és beindul a rendszer? Ez gyorsan megy. Lezárt felhőben tartsák az anyagot. Senki nem férhet hozzá. Előkészítés. Azt a kettőt vigyék ki innen. Értettem. Kró, intézed azt a két csajt? Persze. Ötven exabyte, pajtás. Mehet? Mit szednek ki belőle? Hé! Mit művelnek vele? Feleljenek, mi lesz vele? Mehet a menet. Gyerünk! Max! 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 Egy arca a főnöknek. Mint aki megkaját egy gránátot. Az agya százas, de kurvára zabos lesz, amikor felébred. Hő? Mint Indiában, amikor a lábát hagyt el.
Krüger? Főnök. Crowe vagyok. Hol van? Rendben, kész van. Még egy nyugtatót neki. Készítse hozzá a tűt, ez pedig fogja meg. A nyugtatót, a nyugtatót! Szúrja meg gyorsan! Szúrja! Hová vitték őket? A fegyvertárba! Az hol a francban van? A hármas szinte... Halálos sugárbetegség diagnosztizálva. Ön sürgős orvosi kezelésre szól. Maga féleszű. Tisztában van vele, mit tett? Lezuhant a regisztrálatlan gépével Elysium egy lakóvezetében. Ha nem emlékezne rá, titkos műveletről volt szó. Vagy esetleg azt se tudja már, mit jelent az? Magának teljesen elment az esze? Így akar szolgálni? Közlöm magával, ha a kormány megtudja, mit csinálunk. Felakasztanak mindkettőnket. Az ég szerelmére, Krüger, figyel rám egyáltalán! Igen. Igen, asszonyom. Figyelek. Sajnálom, hogy feltúrta valakinek a kertjét a gépünk. De senki nem fog felakasztani minket. Elintézzük magunk. Ez az, jól van. Nyomja csak rá a kezét. Szorítsa rá. Már nincs kedve csicseregni. Mehetünk, fiúk. Elysiumnak végre lesz egy igazi tökös elnöke. Ápold a miniszterasszonyt! Meg akartam gyógyítani a lányod, de most már tenni fogok róla, hogy senki ne gyógyíthassa meg! Dréki, soha ne bízz meg a politikusokban! Ürítsd ki ezt az épületet! Meg lesz, főnök! Megkeresem azt a kis gengsztert, és én pakolom ki a fejét! Elysium, az enyém lesz! El akartok jönni hozzám? Játszani akartok? Hát játsszuk! Megkeresem és ízekre tépem szét azt a kis köcsögöt! Pasírtot csinálok a rohadékból! Hey! Spider, hallasz? Max, merre vagy? A program a fejemben. Mindenkiből elysiumi polgár csinálhat? Igen. Te ki tudod szedni belőlem, igaz? Igen. Ez biztos? Igen, biztos. Akkor most jól figyelj rám. Fegyvertár kiválasztva. Kapcsolj be!
Jó. Ró, szabadulj meg tőlük. Örömmel, fő. Örömmel. Hol vagy, fiacskám? Merre vagy? Jól van. Szia, kislány. Játszunk. Ne. Jól van. Ne, nagyon-nagyon gyengéd leszek, ígérem. Ne, hagyjon meg! Bántsom a lányod? Ne. Akkor gyerünk. Kérem. Ugye él? Még igen. Gyertek velem. Kiviszlek titeket. Van egy tervem. Hallod a hangot? Ez a hang én vagyok, és érted megyek! Meg foglak találni! Le foglak vadászni! Jó van, Frey. Most el kell válnunk. Micsoda? Figyelj, ti menjetek a felszínre. Ezt vidd magaddal. Jól van. Ne. Fektesd bele őt egy gyógyító ágyba. Azt már próbáltuk. Ne álljatok meg, ne hagyd, hogy feltartsanak. Nincs azonosítója. Nem kap kezelést. Most már kapni fog. El fogom intézni. Felszín kiválasztva. Menj! Gyere velem! Utánod megyek. Ígérem. Egy anya a kislányával. Az előbb indult el fölfelé a lifttel. Egy gyógyító ágyat keresnek a felszínen. Menjen az egyik embered, védje meg őket. Akkor kezdhetjük. Megyek. Kísérd őket egy ágyhoz. Menjünk. Gyerünk! Jó van, erre. Gyere! Gyere, erre! Jó van, jó van, Niki, ez az. Részlezárás érvényesítése. Oké. Mindjárt ott vagyunk! Szent ki! Ez csak egy bolha csípés! Ezt már szeretem, kis barátom! Az ajtót! Az ajtót! Gyerünk, gyerünk, gyorsan! Megvan, megvan, lehet! Gyere, gyere! Gyere, gyere! Kurva, gyerünk! Menj, te menj előre! Gyerünk, gyorsan! Megvagy, te kis szemér! Most letépem azt a konok fejedet!
Max, most már tényleg fel kéne állnod! Gyógyítanád a kislányt? Egyedül én állok az utadban. Benned aztán van tűzöcsém. Max, menjünk! Gyerünk, Max, csináljuk! Gyerünk! Tudlak visszahozni. De még a gyógyító ágy se. Jól van, add ide. Oké. Odaadom. Tessék. Csak meg kell nyomnod azt a gombot. Ray. Ne!
Max? Te vagy az? Hol vagy? Meg kell szegnem az ígéretemet. Nem tudok már felmenni hozzád. Gyerekkoromban ígértem valamit. Igen. Egyszer elviszlek oda. Tényleg? Igen, ígérem. El se hinnéd, milyen szépet látok. Mondd meg Matildának, hogy tetszett a meséje. És... most már megértem a vízilovat. Van valami különleges. Valami, amire a sors rendelt minket. Valami, amire születtünk. Frissítve. Új polgárok felvétele. Segíts rajta, kérlek. Polgár azonosítva. Akut leukémia diagnosztizálva. Helyreállítás. Kész. Jaj, édesem, drágám. Szia! Adják a nagy intézkedést! Őt fogd le! Nem tehetem, Elysium polgára. Mi? Köszönöm. Találja ki ki. Most Elysium. Az új polgárok orvosi kezelésre szorulnak. Segítségnyújtás a földön tartózkodó polgároknak. Szépnek látszik ide lentről. A mi otthonunk pedig ilyen szépnek látszik onnan. Neked adom, Max. Ez mindig segít majd emlékezni rá, honnan jöttél. Én kicsi Maxem.
magyar hangok. Stól András, Kubik Anna, Epres Attila, Pálfi Kata, Fehér Tibor, Nagy Pál Gábor, Merc Tibor, Géci Zoltán, Törtei Tünde, Király Attila, Koller Virág, Varjú Kálmán, Sarádi Zsolt, Tóth Zoltán, Szabó Éva. Magyar szöveg Tóth Tamás, hangmérnök Fék György, rendezőasszisztens és vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Fehér József, szinkronrendező Bátori Orsolya. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette, forgalmazza az Intercom.